Mindenféleképpen óriási lehetőség előtt áll a turizmus. Azt gondolom, hogy azok a számok, amiket önök is talán látnak már ebben az évben is, ez talán megalapozottan kimondható. Magyarországon az embereknek nyilvánvalóan látható módon, mérhető módon több forrás áll rendelkezésükre arra, hogy utazzanak, pihenjenek. Külföldön is hasonló tendenciákat látunk. Azt gondolom, hogy az, hogy Magyarország biztonságos úti cél, ez kiemelt jelentőséggel bír ma már egyértelműen a nemzetközi versenyben. Gyakorlatilag a tavalyi évben majdnem 7%-ot nőtt a vendégek száma Magyarországon. Az európai növekedési átlag 2% volt, a világ növekedési átlaga gyakorlatilag 4%, ami azt jelenti, hogy a magyar turizmus mind a világ átlagot jelentős mértékben, meghaladó mértékben nőtt. És mennyire talán fontosabb, önöknek fontosabb, és az államnak is fontosabb, az, hogy a szállásdíj bevételek több mint 11%-kal növekedtek az egy évvel korábbiakhoz képest. Az áprilisi adatok, önök is talán látták, még szembetűnőbb javulást mutatnak. 28%-kal nőtt a belföldi turisták, 22%-val a külföldi turisták, és 33%-kal nőtt a szállásdíjakból származó árbevétel.